Miért irigyje a nácisz az áldozatára? A bántalmazókat gyakran a kontroll érzésének öröme és a hatalmi pozíciónak az élvezete készteti áldozatok manipulálására, nem pedig az áldozat valamiféle hiányossága. Az bizonyos, hogy a narcisztikus visszaélők különleges örömet éreznek abban az esetben, ha valakit, akinek a teljesítményeit, illetve képességeit iriglik, sikerül lerombolniuk, ezáltal visszaigazolván maguknak a felsőbbrendűségi elképzelésüket. A számtalan manipulatív és ellenőrzési taktika mellett, amiket a narcisztikus személy alkalmaz az áldozatával szemben, egyik legzavarba ejtőbb és legpusztítóbb tapasztalat a kóros irítségük. Gyakran felfoghatatlan számunkra, hogy a szeretett ember, legyen ez egy barát, egy családtag vagy az élettársunk, szabotálni kívánja sikerünket, aláássa örömünket, vagy értékteleníti teljesítményünket. A narcisztikus személyiségi zavar diagnosztizált jellemzőjének egyik aspektusa, miszerint nem csak a narcisz irigy másokkal szemben, de azt képzeli, hogy mások is irigyek rá. Kóros irítségük abból a szükségletükből ered, miképpen ők kell, hogy a legjobbak legyenek. Jogosultnak érzik magukat arra, hogy mindenkor a figyelem központjában álljanak, hogy a leghíresebbek, leggazdagabbak legyenek, és hogy a legmagasabb szociális státusszal rendelkezenek. A grandiozitási tévhitük bármilyen jellegű veszélyeztetése narcisztikus szérelést fog eredményezni bennük, ez pedig elkerülhetetlenül narcisztikus dühöngő tombolást fog kiváltani. Ezért van az, hogy miközben a narcisszok kiválóan értenek mások kritizálásához, ők maguk egyáltalán nem képesek semmiféle kritika elfogadására, tolerálására. Mások sikerei, mivel azok felhívják a figyelmet saját hiányosságukra, és minden arra, amit saját maguk nem lesznek képesek elérni, beteges irítséget váltanak ki bennük. Tehát igyekezni fognak majd mindent megtenni annak érdekében, hogy degradálják azok sikereit, akik veszélyeztették grandiozitási és felsőbbrendűségi téveszméjüket. A kapcsolat kezdeti szakaszában a narcisszok, illetve más antiszociális személyek úgy tesznek, mint a kifejezetten örülnének az ön sikereinek. Az idealizálási és szerelmi bombázási fázisban túlzósokban is esnek a gratulációkkal, bókolnak és dicsérik önt. Trófiaként használnak fel önt, abban az reményben, hogy státusz és tekintélyt nyernek az önnel való kapcsolatok által. Szemérmetlenül hasznot húznak az ön hírnevéből, és nyereszkednek az ön tulajdonával, az ön vagyonával. A kapcsolat előrehaladásával viszont kóros irítségük aktiválódik, és elkezdik leértékelni áldozatokat. A versengési hajlamuk pedig mindig jobban előtérbe kerül. Mielőtt a kapcsolat elején még elismerést kapott, imár órakon át csak kritizálják személyiségének minden aspektusát, az ön álmait, céljait és minden erőforrását, amely a narcisz ellenőrzésén kívül áll. A narcisztikus személyek nem csak az érzékenységünk, illetve sebezhetőségünk miatt vonzódnak hozzánk, és mind az, ami megragadja őket, a vagyonunk, képességeink, illetve státuszunk, nem csak azok kiaknázása miatt érdekes számukra. Bármi, amit önnek sikerül elérnie, vagy ami önnek örömet okoz, a narciszban egy megmagyarázhatatlan vágyat idéz elő, miszerint azt felül kell múlnia, meg kell döntenie, vagy ezen felül kell kerekednie, minden áron, hiszen mind ez veszélyezteti az ön fölött való ellenőrzést. És ha ön máshonnan is képes értékelésre és boldogságra szert tenni, akkor már nem lesz szüksége rá. Ennek a tudata erősíti a vágyat a narciszban, hogy romba döntsen minket és sikereinket. Bármilyen elképzelhető módon
ezáltal elszigetelve minket, érvényesülési lehetőségeinktől, miközben tőlük megaláztatásban részesülhetünk, a legalatómosabb formáiban. Az idealizálást követő harag és irigység váltakozása tipikus narcisztikus viselkedési forma, amivel az áldozat a leértékelési és elutasítási fázisban szembesül. Bármilyen jellegű boldogság, amelyel a narcisz a kapcsolat elején az idealizálási fázisban megtéveszt, csupán egy csalfa, hamis arculatot rejt, amely mögött egy mély megvetési érzés bújik meg önnel szemben. Ez a megvetési érzés bárkire kivetíthető, aki veszélyeztetne a narcisz exkluzivitási érzetét. A narcisztikus kóros irigységre utaló jelek. A kapcsolat elején a narcisz kitüntetett elismeréssel és dicsérettel árasztja el önt sikereiét, amiket ő maga arra használ fel, hogy általuk ő is jó fénybe kerüljön. Úgy tesz, mintha tetszene neki, hogy van egy sikeres párja, miközben valójában szüntetlenül neheztel önre mind ezért. Irigységből fakadóan a narcisz gyakran versenyez önnel. Abban az esetben, ha ön egy elért eredménnyel büszkélkedik, ő is haladéktalanul hivalkodni kezd, megpróbálva felülmúlni azt, vagy degradálni az ön sikereit, hogy ön alacsonyabb rendűnek érezze magát. Bármi, amit ön tesz, vagy amit ön tud felmutatni, nem rendelkezhet különleges értékkel, illetve csak addig van eredményre méltó jelentősége, amíg a narcisz megunja dicsérni önt, és előbb bújik igazi arca, amikor is megkísérli szétszillálni önt. Minden területen és állandó jelleggel versenyez önnel, és nagyon rossz vesztes, akármiről is legyen szó. Értetlen és gyerekes cselekvésekhez fog nyúlni, hogy gyengítse az ön esélyeit, vagy hogy vesztésre kényszerítse önt. Irigységből fakadóan a narcisz arroganciával vádolja meg önt, amikor ön megosztja vele örömét, illetve ha kimutatja egészséges önbizalmát és határozottságát. Ebben az esetben a narcisz valójában önre vetíti saját arroganciáját. Irigységből fakadóan a narcisz leértékeli és lejáratja mint azt, amit előtte dicsért, mivel tudja, hogy saját maga nem lenne képes azokat megvalósítani, elírni. Ártatlan arckifejezéssel degradálni vagy ignorálni fogja az ön sikereit, úgy, mint törekvéseit az együttműködésre. Erősíteni fogja önben azt a tévhitet, hogy az emberek ön ellen vannak, ezzel fedezve azt a tényt, miszerint voltak éppen ő az, aki ön ellen van. Szabotálni fogja az ön számára fontos életeseményeket, például állásinterjú, projektek, határidők. Nyomást fog kifejteni önre, igényt tartva figyelmére ezeken az időpontokon. Nem hagyja majd, hogy kialudja magát, sértegetni fogja önt, kételyeket fog ébreszteni önben, ami a képességeit, kompetenciáját illeti. Irigységéből fakadóan a narcisz saját magát fontosabbnak, tehetségesebbnek és sikeresebbnek fogja feltüntetni, hogy ezáltal felsőbbrendűségét érzékeltesse. Az ön céljait, álmait és érdeklődéseit megvetéssel fölényesen fogja kezelni, miközben ismételten újra és újra visszavezeti a témát saját magához, hiszen az ő személye fontosabb, az ő céljai kell önnek megvalósítania, az ő álmai izgalmasabbak, az ő érdeklődési körei jelentősebbek. A narcisz mindig is tagadni fogja irigységét, miközben cselekvései egyértelműen rámutatnak e tulajdonságára. Igyekezni fog leplezni azt nem csak az áldozattal szemben, de saját magával szemben is. Minden bevet annak érdekében, hogy áldozatában bűntudatot ébreszen,
minden sikere és minden örömérzése miatt, új kapcsolatok kialakításakor és mindig, amikor szeretne kibontakozni, mivel kényszerűen meg kell akadályoznia, hogy az áldozat képessé váljon egy egyensúlyban lévő önálló élet kialakítására. Ahhoz, hogy ellen tudjon állni a narcisz irigységéből fakadó gyalázásainak, szem előtt kell tartania a következőt. Ha valaki dühösséggel és megvetéssel reagál, amikor ön büszkén vállalja saját magát, ezzel a természetesen egy egészséges büszkeséget értve, vagy amikor ön értékelni tudja saját magát, az életét és mind azt, amit elért, akkor a problémának nem ön a tulajdonosa. A probléma a narcisztikus személy kóros irigységéből fakad. Hogyan dolgozzuk fel az irigy narcisz támadásait? A túlélők, tapasztalva a narcisztikus visszaélő irigységét, dühorámait és verbális támadásait, gyakran önszabotással küzdenek. Tartanak attól, hogy a továbbiakban kinyilvánítsák és megemlítsék saját sikereit vagy örömeiket. Nehogy azáltal a narcisztikus személy haragját, dühösségét váltsák ki. A narcisztikus bántalmazó éles szavai még sokáig visszhangoznak majd az áldozat elméjében, jóval a kapcsolat befejezése után is, hozzájárulva a saját magukban való kételkedés és értéktelenségi érzés fenntartásához. A túlélők vissza kell, hogy nyerjék öntudatosságukat, hiszen azért kellett ilyen beteges reakciókat megtapasztalniuk, mivel valójában ők erős egyéniséggel rendelkeztek, amit a narcisz saját hatalmi és felsőbbrendűségi érzetének kielégítése érdekében el kellett, hogy nyomjon, lebecsmérelve mindent, ami az áldozat számára értékes és fontos. Az ön ereje a narciszra ijesztő hatással volt, hiszen szembesítette őt saját tehetetlenségével és függőségével. Valójában nem ön volt a kiszolgáltatott és tehetetlen, hanem a narcisz, aki megtett mindent annak érdekében, hogy ön ezt ne ismerje fel. Alapvető fontosságú, hogy a túlélők kifejlesztenek saját maguk számára egy nyelvfordító programot az antiszociális személyekkel szemben, amely átinterpretál mindent, amit ők mondanak a valódi tartalomra. Például, amikor egy narcisz lebecsmérli az áldozat céljait és álmait, akkor ezt úgy lehetne lefordítani, hogy a narcisz felismerte az áldozat értékét, amelyel soha nem tudna versenyezni. Ezért minden lehetséges módon szabotálja azt. Átinterpretálva minden leértékelés felértékelésé válik. Ami nem imponál a narcisznak, az valójában értéket képvisel, amire ön büszke is lehet. Emlékeztesse magad arra, hogy egészséges emberek nem sértegetik azokat, akik sikereket érnek el, vagy kiállnak saját magukért. Egy egészséges ember rendelkezik elég önbizalommal és együttérzéssel, és képes arra, hogy mások boldogságának örüljön. Nem zavarja őt másnak az önbecsülete, vagy jogos büszkesége egy sikeresen elért cél alkalmából. Egy egészséges ember nem akar tönkretenni, vagy szabotálni másokat, csak azért, mert azok boldogok. Ön megérdemli, hogy sikeres legyen. Megérdemli, hogy kibontakozzon. Megérdemli, hogy önálló legyen. Megérdemli mások támogatását és azt, hogy mások örüljenek boldogságának. Ne engedje meg, hogy egy irigykedő narcisz, látva, hogy ön föléje emelkedett, lealacsonyítsa önt és letiporja önt egészséges határjait.